Igaz, hogy te gyerekkorodban egy házban laktál a Seres Rezsővel? Persze. Ismertétek egymást? Persze, hát fölöttünk övő lakásban lakott. Tudta, hogy te is elkezdesz már, akkor gondolom elkezdtél tanulni, zenélni. Valószínűleg ő is hallott engem, mert én is hallottam őt. Tehát ő minden délután 2-kor elkezdte hallgatni a Szomorú Vasárnap felvételeit, amiből annyi van, hogy egy könyvtárat lehetne megtölteni. És én azt mindig hallottam. Az édesanyám és az ő felesége barátságos viszonyban voltak, sokszor beszélgettek ugye a folyosón, lépcsőházban, és akkor egyszer-kétszer fölhívott, és hát úgy megmutatta ezeket a dolgokat. És nagyon-nagyon fura ember volt a maga furcsa félelmeivel. Volt egy óriási száma, azt nagyon bírtam, mert ez a magyar nyelvről szól, és azt mondja, hogy hol lesznek már a Beatlesek, amikor én még itt leszek. Hát ezt nagyon bírtam. Téged a szüleid minek szántak, zenésznek? Hát túl korán kiderült, hogy lehetek zenész, így aztán ők beleélték magukat ebbe. Már olyan 3-4 éves koromban a véletlen folytán elmentem így zongoraórára, csak szórakozni, az unokanővérkém már akkor 6 éves volt, és ő elkezdte, és én meg unatkoztam, ugye nem jártam óvodába, otthon voltam, és akkor azt mondták, hogy az a gyerek tehetséges. És akkor komolyra vették ezt a dolgot, akkor a Zeneakadémia gyakorlójába felvételiztem, és oda is fölvettek. És akkor a Zeneakadémiai végzős növendékeknek voltam mindig növendéke. Hát ugye mindenki már ezerszer hallotta nyilván, amikor rólam volt szó, hogy Antal Imre volt az egyik tanárom, de hát nagyon sok másik fantasztikus klassz ember tanított engem, és nekem az egy nagyon-nagyon jó élmény. Amíg te játszottál a téren, én billentyűket gyúrtam egy zongorán. Aztán az törvényszerű volt a konzi után nyilván, hogy jelentkeztél a Zeneakadémiára, és akkor jött az a tanár, aki nem engedte meg, hogy igazi művész legyél? Igen. Igen. Hát tulajdonképpen túl korán küldtek az akadémiára. Első fordulóban nagyon-nagyon jól ment, és a második fordulóból a tanszékvezető helyettes, aki előre bejelentette az igényét rám, tehát hogy az ő osztályába fogok járni, és azért én egy picit el is bíztam magam, vagy legalábbis túl magabiztos lettem, hogy hát nekem akkor már ez tuti itt a Zeneakadémia. A második forduló után visszazavart a konziba, hogy hát úgyis van még 2 év legalább, hát menjen, még ráfér. És az akkor engem nagyon-nagyon szíven ütött, mert hát én már úgy beleéltem magam, hogy akadémista leszek. Lehettem volna valaki más, de más az valaki más lett. Hát a szerencsét keserűség megben diktálta belém akkor az élet. Hát egy bolcsó tanár nem engedtem meg, hogy igazi művész legyek. Bár a keserű lassan édes lett, most valamit mégis kérdezek. Visszamentem persze, de már úgy nem, elment a kedvem az egésztől. Vagy valahogy úgy gondoltam, hogy ez, hogy ilyet nem lehet csinálni egy emberrel, hogy azt mondják, hogy föl vagy véve, utána azt mondják, nem vagy fölvéve. És akkor úgy elszomorodtam, de akkor én már énekszakon ilyen önkéntes korrepetitor voltam, és akkor így aztán én még ott egy pár évig evickéltem, ez fontos volt például a katonaság szempontjából is, mert azt úgy éreztem, hogy ha most elvisznek katonának, az, abból ennek az országnak olyan különösebben sok haszna nem lesz, úgyhogy húztam, halasztottam, és azzal, hogy úgymond énekszakos is lettem, mert hogy ilyen nagyon komolyan gondolták, hogy én egy baszbariton leszek, ami egy nem, hogy mondjam, biztos, hogy 19 éves korban teljesen kialakult hangfekvés, de nekem akkor az ott nagyon-nagyon szólt. Sikolgi néni azt mondta, hogy én belőlem nagy énekes lesz, hát persze ez is úgy valahol imponált, és közben meg utáltam a szövegeket megtanulni, meg azért nagyon-nagyon sok opera áriának, hát azért olyan elég ergya szövege van. És aztán így jött, hogy olyan 19-20 éves lehettem nagyjából, amikor a
a Mihály Tomi, aki nekem évfolyamtársam volt, elcibált engem az Omegában, hogy ő ott, már akkor ott játszott, hogy az Omega is hezitál, hogy legyenek-e magyar dalok, vagy ne legyenek magyar dalok, és hogy én mutassam meg. És akkor megmutattam egy pár dalt, amit azt sem tudtam pontosan, hogy mit mutatok, hiszen ezek soha nem voltak befejezett dalok, hanem mi mindig a szünetben ökörködtünk a konziban. Ez egy játék volt, ez nem volt megerőltető, a zeneszerzés az nem megerőltető dolog, a zeneszerzés az egy jó szórakozás. Szerintem az egy jó dolog, hogyha sokszor leülsz a hangszeredhez. Egyrészt az egy nagyon jó dolog az ember életében, hogy odaül a hangszerhez, mindegy, hogy milyen van, vagy milyen játszik, és akkor lehet, hogy éppenséggel pont nem kell neked felkészülni arra, vagy nem kell neked elhatározni, hogy most dalt akarok írni, csak odaülsz, és egyszer csak lesz egy dal. És akkor esetleg örülhetsz neki, és esetleg javítgathatod később, elrakhatod, előveheted, szeretgetheted, utálhatod, letörölheted gyorsan, az a legnagyobb, hogy mondjam, biztonság, hogyha bizonytalan vagy egy dalban, akkor töröd le és kész, nincs azon mit. Van úgy, hogy valahol megakadsz, aztán később folytatod, akár egy héttel vagy egy hónappal később? Hát mondjuk egy dalban olyan nagyon megakadni nem lehet, inkább azt lehet, hogy meghallgattod, és valami más kezd el eszedbe jutni, és akkor egy picit csinálsz egy variációt, vagy egy kicsikét másképp. Ez annyira egyszerű, hogy nem tudok róla beszélni, tehát olyan, hogy mondjam, nem lenne tisztességes agyon beszélni egy dal, hát könyörgöm, azt gondolom az ősember is valamit már dúdorászott és énekelt. Jobbá énekel, jobb a dal átölel, minden ember ó, csak egyszer fiatal. Amikor még nem is voltál az Omegának tagja a 67-es Tánzal Fesztiválon, és az Omegot kísérte, nyert az alatt, a Tánzal Fesztiválon, azzal a dallal, amit te akkor hangszerelt, és akkor aztán külön díjat is kaptál rá? Hát nem voltam tag, de már én voltam a banda zeneszerzője, és nekem kellett meghangszerelni azt a dalt, és akkor rám akasztottak egy ilyen díjat, amit szerintem nem is volt díj, szerintem egy boríték volt. Én csak arra emlékszem, hogy annyira nem tudtam ezt, hogy annyira nem számítottam én semmire, hogy én ott voltam egy ilyen meleg nyári nap volt az Erkel színház, és ott lődörögtem, hát olyan sok dolgom nem volt, a zenekar játszott, én nem voltam a zenekar tagja, a Cini énekelt, aztán viszont hallás, de a folyosón lődörögtem, és egyszer csak odajött hozzám a Várhegyi Tibor, aki volt a titkára a fesztiválnak, és azt hiszem, hogy ő volt az, aki a pontszámokat ellenőrizte, igen, és talán beszélt is a műsor közben, igen, a televízióban, és odajött hozzám, és azt mondta, hogy öltöz át, kaptál egy hangszerelői díjat. És én ott álltam egy ilyen trikóban, és nekem nem volt mibe átöltözni, és azt mondták, hogy hát már pedig rohanás, így nem jöhetsz ki a színpadra. Hazarohantam a Klaus átérre onnan, és találtam, hát nagyon szegényes ruhatáron volt, nem voltunk túl nagy menők a Klaus átéren sem, nemhogy a magyar televízióhoz. Találtam valamiféle, nem tudom mit, szóval valamit találtam, ami vagy a papámé volt, vagy az enyém, akkor még úgy jó volt a méret egymásra, és rohantam vissza, marha meleg volt. Úgyhogy így aztán beestem oda, izzadtam. Csak odaadták a hangszerelői díjat, ami egy boríték volt, és ha jól emlékszem, egy kisebb fajta vagyon, 1500 forint. A zsűri hangszerelési díját a Nem várok holnapig című szám aranzsmanjáért Presser Gábor, az Omega együttes tagja nyerte el.